Sziasztok, itt az ötödik része a sorozatnak. Vasárnap van, ahogy mondtam, amelyik napon Isten is megpihent, de mi nem tettük. Szívtuk tovább ugyanolyan elánnal, ahogy eddig is. Meg is lett a bőtje. Például Tominál, aki sikeresen el is hányta magát a mai napon. Nem tudom miért, valószínű 12 óra kihagyás hirtelen neki ezt okozta. Mindenki szenved. Épp az előbb jöttem be kintről, élőben beszélgettünk Facebook live-ban, és ott voltatok velem a mai utolsó kettőnél, úgyhogy most van 7:30, és a tegnapi 16-ot azt ma is hoztam, tehát a mai nap mérlege 16 szál cigaretta. Nem akarok többet ma szívni. Nem tudom, mennyire vagyok büdös vagy nem büdös. Büdös vagy. Jön a háttérből a hang, hogy büdös vagyok, de nagyon rendes jó asszony. Egy szava nem volt idáig. Most is csak ennyi, hogy büdös vagyok. Már nem sokat kell kibírni egyébként, össze-vissza, még másfél nap, úgyhogy az utolsó szál cigarettákat készenlétbe helyezem, és próbálom átvészelni ezt a maradék időt. A tüdőm az ugyanúgy sípol, mint azelőtt, zseniál. De amit mondtam, az végül is nem csak nekem, Borisnak is bejött egyébként. Tehát így, hogy ő sem pattintja el ezeket az aromakapszulákat, így most már neki is elviselhetőbb ez a szar, de nem jobb tőle. Tehát a szinten tartásra pont elég így is. Valakik kérdezték, hogy miért nem azzal szívom, tehát miért nem azt a cigit szívom, amivel abba hagytam. Abból az egyszerű okból kifolyólag nem azt szívom, hogy ez kevés lett volna a kutatáshoz, mert én 1/01-es fehér hagytam abba a cigarettás karrieremet, az pedig itt kevés lett volna. Úgyhogy láttátok, a nulladik napon azt szívtam, és se íze, se bűze nem volt. Úgyhogy visszaálltam az elgondolásra. Ez a, nem mondom ki a nevét, de 6/04-es, ez tökéletes volt ebből a szempontból. Nem a TH volt az, ami zavart, hanem az a bántó füst, ami vagy a szemembe ment, vagy a torkomat kaparta. Úgyhogy ezért is bőven elég most már a mai napra, nem fogok én már ezzel szenvedni, megvan a limit. Találkozunk holnap, és beszámolunk az utolsó teljes egész napról, utána pedig fellélegzés lesz. Alig várja már mindegyikünk a keddi utolsó vizsgálatot, hogy utána újra eldobhassuk a francba ezt a szart. Mindenkinek kitartást, nekünk is van egyre kevesebb, de van. Sziasztok!